Láttam-e már becsületes, úravaló politikust? Hát, nem, nem, őszintén nem, 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 nem nem, nem láttam. Szerintem előbb látnék egy ufókokat az égen, mint egy úravaló, becsületes politikust. A politikus lopcsal, hazudik, mindegy, hogy a mostani, az előző vagy a még régebbi, az összes ugyanaz kiasználja az emberek hiszékenységét, tudatlanságát, manipulálja őket a televízión, rádión keresztül. Persze meg van véve az összes csatorna, és azáltal csak nyomják, 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 nyomják az igét, amíg ki nem a mossák a kis agyadat, és azt nem gondolod, azt nem érzed, amit ők akarnak. A politikus ilyen, ebben nem tudsz mit csinálni. Ő csak ember, persze, nem kritika, nem kritizáljuk őket ez tény, lopcsal azodik. A társadalom legalja, itt, itt vannak kb. valahol. Majd valamikor ők is megvilágosodnak. Vagy lehet, hogy nem, ki tudja egyszer az életbe. Mi sem olyan akarunk, ugye már a szemüveg, a szemüveg még rajtunk van, tehát mi sem akarunk megvilágosodni. A politikus már csak ilyen. De vannak még mindig emberek, akik hisznek nekik, képzeljétek el, hisznek, még most is hisznek nekik a politikusnak. Mamo és tényleg van, aki hisz neki, de ne higgyetek nekik. Mert csak áda basznak. Láttad te már rendes dolgozó politikust? Mindig azt mondják, hogy hú, feszített tempóba dolgozunk 24 órán keresztül. Aha. Azt megnézed őket, a legtöbbük. Tisztelt tagad, jól él, ilyen jacht, olyan kocsi, itt ilyen öltöny, olyan öltöny, 10 millás óra érted. Kicsit ide telefonálod oda. Hát vagy baszva. Hát vagy baszva. Folyamatosan. De persze, ha akarsz, akkor higgyél nekik. Csináld csak. Teljesen mindegy, mit beszélek én itt. Egyébként nagyon fontos, amit akartam még mondani, azt hiszem, hogy elmegyek ki, egyenesítettem a hajamat, mert ilyen bongyor hajjal a gyerekek, ilyen bongyor nem lehet még a politikusokról se beszélni. Na tényleg ne is őket, mert olyanok, amilyenek. Mi is olyanok vagyunk, amilyenek, mert nem ők a hibásak egyébként, hanem mi, hogy hagyjuk ezt az egészet, hagyjuk magunkat átbaszni, megvezetni. Így a fülünknél fogva huzigának, jobbra-balra, egy csinálod, azt csinálod, kisfiam, ezt befizeted, azt befizeted, így élsz, úgy élsz, amúgy élsz, pöfeszkedik. Szívja a ki szivarját, cigarettáját, nyom egy két gombot, csinálják. Milyen érdekes, nem? Hm. Na gyerünk borbéhoz gyerekek, kiegyenesíteni a frizurát, meg pongyorral nem lehet. Na majd még jelentkezem, ciao.